Sziasztok, következő unboxing videónk egy Predator figura lesz a mekától, méghozzá egy Assassin Predator, gyorsgyilkos Predator. Ilyen nyitható doboza van, narancssárga az eleje. Így fog kinézni, ez szokásostól nagyobb ez a Predator. Úgy pontosan nem tudom hány centi, de 20-tól sokkal több, olyan 30 lehet körülbelül. Így néz ki. Most először nézzük meg a hátulját. A Galaxy játékára ez vettem, 27 ezer volt. Körülbelül ekkora egy normál figura, szóval hát egy féllel majdnem nagyobb, mint egy rendes figurának. Hát ez nem olyan régi ez a modell, legalábbis én nem olyan régóta látom, egy fél éves lehet maximum. Na, bontsuk ki, és akkor nézzük meg. Láttam valamit, hogy jár hozzá. Fegyver, cserélhető kezek és fejek. Aha, itt vannak hozzá. De inkább vegyük ki és nézzük meg, megállítom. Na szóval mutatok egy kis érdekességet, amit eddig én nem vettem észre. Ez nekem is új. Hogy már nem az a csavarhatós kis műanyag van rajta, vagy gumis műanyag, vagy nem tudom, amivel így össze volt kötözgetve. Hanem nézzétek, ilyen T alakú a vége. Szóval nem kell itt órákig csavargatni, csak azt nem tudom ezt még hogy vágjam le. Hát majd megpróbálom ollóval. Amúgy elfelejtettem, van hozzá még egy fej is. Szóval két cserélhető fej van. Két kéz. Egy pisztoly, egy kard. Meg az nem tudom mi ott. Na majd megnézzük, kiderítjük. Na, szóval így néz ki, nagyon tetszik, de olyan hideg, hogy egyszerűen nem is tudom mozgatni a végtagjait. A fejét azt egyből ki fogom cserélni egy ilyenre. Szerintem ez sokkal tutibb. Itt van a karja, a lába. Szóval nagyon király, meg van csinálva. Nagyon szépen ki van dolgozva, igényes nagyon. Ilyen volt egy ilyen kék színűbe is, annak nem tudom, mi volt a pontos neve. Ez egy ilyen barnás mintázatú. A fegyverek, ezt még nem szedtem ki, de azt szerintem a másik kézbe lehet adni, mert ez van marokra fogva. Ez egy kard, meg egy pisztoly, ez a kicsi valami, ez nem tudom mi. Nem azt mutattam, bocsi, na átcserélem a fejét is, akkor megmutatom. Na szóval a fejcsere az így működik, hogy ezt így lehúzod, és akkor ott van a lyuk a másiknak, és akkor rátesszük, csak így egy kézzel nem tudom. Na szóval a fejét ki akartam cserélni, de egyszer nem tudtam rárakni, és nem akartam letörni, inkább visszaraktam a másik fejet, mert nekem ez sokkal jobban tetszik. Mindegy, ráraktam ide a kardot. Itt még van egy ilyen kis, nem tudom mi ez az adóvevő, vagy fogalmam sincs. Nagyon nehezen tudtam behajlítani a lábát. A mélyasztartási éget, hogy mekkora, ide rakok egy, ez ült ebbe a tromba eddig. Ez a Sámán Predátor. Csak nem bír megállni a lábán, mert ki vannak kopva az izületei. Szóval ülve, akkora, mint másik állva. Szóval csak a méreteit mutatom. Ide rakom azért. Kéne venni ilyen talpazatokat is. Na, fordulj már el. Nem tudom, meg kézzel a fejét. Szóval így néz ki. Ilyen nagy. Nagyon igényesen van kidolgozva. Egyébként nem is a kezébe kell adni a kardot, hanem ide kell oldalra felszerelni. A pisztolyt azt nem tudom, van itt egy pisztoly. Most vagy ide ennek a helyére lett, vagy fogalmam nincs. Mindegy. Így néz ki, a trónba ülve. Na jó, van, ennyi lett volna ez a kis kicsomagoló videó. Ha tetszenek a videó, még iratkozz fel a csatornámra, és nyomj egy lájkot. Sziasztok!